Hát hello, a mai videó az elég különleges lesz. Először is, hogy itt van velem... Docsi. Hello! Nagyon jó, koreografált volt. Docsi ki fogja egyenesíteni a hajamat. Egyszer már volt egy ilyen videóm nagyjából 3 éve, és sok kritikát kaptam, hogy ez a hajkivasalás nem volt elég professzionális, és ezért nem azt az eredményt kaptam, amit az én hajam tudott volna egyenesen, és azóta furdal a kíváncsiság, hogy néznék ki teljesen egyenes hajjal. És ez tulajdonképpen a halloweeni jelmezem keretein belül lesz, mivel Luna Lovegood leszek a Harry Potterből, akinek ugye hát egy kicsit hullámos, de most fogjuk rá, hogy egyenes haja van, mert most azt akarjuk kipróbálni, szóval egyenes leszek. És azután a Dorcsi ki is minket, és felöltözöm a Luna Lovegood szettembe, tehát végigkísérhetitek ezt az egész transformációt. Úristen, a Dorcsinak nagyon extra cuccai vannak, amik ilyen hajkímélő, mit tudom én. Igen, hajegyenesítő tej, szérum, amik a gőzre aktiválódnak, mert gőzölős hajvasalóval fogjuk csinálni. Úristen, nagyon izgatott vagyok! Most már amúgy szerintem siet, vagy még várni kell, hogy felmeleg, de hogy hozzáér. Ja, jó. És egyébként az eredeti terv az lett volna, hogy egy táncolós buliba megyünk, de az sajnos a koronavírus miatt elmaradt, és ezért egy házi buliba fogunk menni, és egy kicsit gondolkoztam is, hogy megéri ennyire sok energiát beletenni egy viszonylag közelebbi baráti társaságos házi buliba, de úgy voltunk vele, hogy csináljuk, most már ezt elkezdtük, már az ötlet megvan, most már semmi nem állíthat meg minket. Elkezdhetjük? Persze! Nagyon izgalok! 3 éve nem volt ilyen. Na először ráteszem ezt a hajegyenesítő tejet. Oké. Okay. Attól félek, hogy szar lesz, viszont tényleg, ha szar lesz, 20 perc alatt meg tudom mosni a hajamat. Elrontod a munkámat? Az, hogyha nagyon nem tetszik. Úgyis, hogy nagyon kiakadnál. 2 óráig mosolgatom majd ezen a között, hogy most megmosnám. Hát lehet nem örülnék. Most, mert én ezzel nyugtattam magam, hogyha nem. Nagyon nem tetszik, akkor csak kimosom. Nem fognak rákényszeríteni, hogy így gyere el, hogy rosszul érzed magad, de belül sírnak. Úristen, erre nem is gondoltam, de teljesen jogos, szegény. Nem gond, persze. Hogyha nem tetszik, akkor megmosod. Tuti tetszeni fog, tuti. Egyedül attól félek, hogy hátul azért tud látszódni az, hogy szarul szoktam befesteni a hajam. És ez meg nagyon egyenletlen. Igen, igen, a festés. Nem, a vágás. Ja, vágás. Ilyen random hosszú szálak vannak itt. Hát furcsa lesz. Nem mondd ezt, de nem furcsa akarok lenni. Nem ez a cél. Attól félek, hogy rögtön elkezd kb. Egy minimális izzadságtól, vagy vízcsektől. Ja, basszus, egyébként esik az eső. Ja, igen, esik az esőként, szóval... Ja, és amúgy közben kérdésekre fogok válaszolni. Mi a kedvenc hungarikumod? Ez nagyon aranyos. Igen. Piros paprika, vagy mit kéne mondani? Puli. Úristen, ez már rossz. Igen. Van benne egy fésű, és azt most kivettem, és most először a fésű nélkül, és majd utána, amikor egyenes lesz, akkor már a fésűvel is. És hányszor mész át egy tincsen? Hát, amíg nem lesz egyenes. Úristen, de hosszú a hajad! Hát, és a vége az konkrétan halott. Igen. Azt nem levágjuk gyorsan? Úristen, a vége borzalmas! Halott. Hát ez valami borzalmas. Na, majd én megcsinálom. Csak megértem. Nem kell megijedni. Hogy van a lelked? De aranyos megfogalmazás. Igen, is értem. Jó! Egyébként jó, mostanság baromi motivált vagyok így az élethez, szerintem főleg azért, mert korán kelek mostanság, és reggel megyek tornázni, és az úgy elindítja a napomat, és most rengeteg videó ötletem van, és úgy mindig van valami, amit várok, és ami miatt éppen izgatott vagyok, szóval most így úgy érzem, hogy tök jól. Hát még nem késő abba hagyni. Mi van? Nem, ezt inkább, mert te látod, hogy mennyire lesz ez akkor rossz. Nem lesz rossz. Nem lesz rossz. De hogy lesz rossz? Hogy néz ki most egy átlagos napod, ez kind of fun, azóta, hogy reggel tornázom, mert erre annyira büszke vagyok. Tehát felkelek olyan 7:45-kor, gyorsan reggelizem, azért, mert 9-re megyek tornázni, és kell, hogy elteljen nagyjából 1 óra a reggelivel. Aztán megyek tornázni, tornázom 10-ig, aztán ott szinte mindig el kell intéznem valami bevásárlás, vagy elmenni ide, elmenni oda. Aztán hazajövök, zuhanyzás, stb. És elkezdem a napomat, és ilyenkor vagy nekiülök vágni, vagy mit tudom én, ezt csinálom, azt sem, tehát mindig mást, és akkor próbálok produktív lenni napközben. Aztán meg délután, vagy így este fele szokott lenni valami, vagy most egy közös társas este a barátokkal, vagy színház, vagy mit tudom én, tehát hogy valamilyen program. De amúgy minden nap teljesen más, tehát ez nagyon nehéz így összehasonlítani. Nagyon picit beleközelíthetek, hogy a képbe. Persze.
Jó, ez jó. Amúgy hogy áll, hogy Mizu? Ja, tök jó. Minden jó? Aha. A haj az így szép? Szép, hát majd még a végén szebb lesz. Nem túl biztató. Baj, nem tudom ezt a maszket állni. Lehet fordítva raktam? Test. Fordítva raktam? Azért belóg a szemgolyót a dobra. Ezt tudod, hogy hova kell tenni? A szemed alá! Mindenre már annyiszor válaszol. Akkor csináld azt, hogy csukd be a szemed is. És rábökök egyre? Aha. Na jó, oké, az akkor legalább... És ezt muszáj lesz. Mire vagy a legbüszkébb? Talán... Hát most ez nagyon klisé, de nyilván erre, szerintem a YouTube-ra, mert azért az mégiscsak olyan volt, hogy semmiből belevágtam, és fogalmam sem volt, hogy lesz-e belőle valami, és nyilván nem feltétlen mindenki tartotta ezt a világ legjobb dolgának, tehát nyilván ha valaki elkezd egy YouTube csatornát, akkor a barátok így hajlamosok így kiröhögni, meg, vagy inkább az ilyen távolabb ismerősök, és nem adtad fel. És igen, és hogy tovább csináltam, és tényleg lett belőle valami, és ez szerintem elég király, és most is azóta is megállás nélkül azt csinálom, szóval egyszer elkezdtem, és egyszer még csak fel sem merült, hogy én ezt abba hagyjam, azóta csinálom, és imádom, több dolog is lett belőle, nyilván garázsmenet, stb. Szóval erre. Mi szerettél volna lenni? Kiskorodban. Aha, szerintem igen. Hú, ez nagyon jó. Igen, amúgy nagyon sok minden. Divattervező, nem? Igen, honnan tudtad? Már egyszer mondtad. Igen, nagyon sokáig divattervező szerettem volna lenni, újságíró is szerettem volna lenni, tévériporter is. Filmrendező. Ja persze, filmrendező volt a legfőbb, de durva, hogy szinte az összes ilyen kreatív, oké, a tévériporter az talán kevésbé, de hogy az összes az vagy valami médiával kapcsolatos, vagy valami kreatív, szóval olyan óriási sokban nem változott. Én kérdezek tőled. Ha most lenne egy kívánságod, és bármit kívánhatnál, egyetlen egy. Úristen. Akkor mit kívánnál? De akkor nyilván azért olyan kell, hogy ilyen world peace kb. Nem? Jézus, nem. A te életedre vonatkozó. Akkor kötelező, hogy az én életemre vonatkozó legyen. Aha. Mert különben rohadtönzőség lenne, ha az én életemre vonatkozót kérek, amikor a rasszizmust megszüntethetném, ja, vagy a homofóbiát, nem, vagy a... Jó. Ja, ez nagyon klisé, és ez nagyon izé, de hogy... Mi? Nem, ezt inkább nem. De hogy az jutott először eszembe, hogy egy... 8 centivel alacsonyabb legyek. Jézusom, ez komoly! Bármit kívánhatok! Téged ez ennyire zavar? Legtöbb... Nagyon szomorú. Tudom, igen, de hogy a legtöbb dolgon azért így az van befolyásod. Tehát azt mondom, hogy az álom munkám legyen, mondjuk van befolyásom, hogy ezt megpróbáljam elérni, stb. Viszont ez egy olyan dolog, amit tudom, amit hogy soha sem. Nem. Tehát belegebedek, sem változtathatnék. Értem. De ugyan lehetne 8 centit azért. Jó, értem, amit mondasz, tehát hogy a többi az reális, hogy mondjuk megvalósítsd, amiket szeretnél elérni az életben. Igen. Azt hittem amúgy azt mondani, hogy New Yorkban én. Ja, na ez az is olyan, hogyha valahogy megoldanám, érted? Annyira fura, mint hogy egy másik nő ülne itt. Mondjuk nekem most még ide nézek, és nézd meg, tök ugyan olyan. Igen, mert az mint elején semmi még nincs. Igen, de a hátomány mutasd meg nekik. Persze. De fura, ilyen hosszú a göndörhajom, és ilyen az egyenes. Jesus! Úristen, de szép! Igen? Nem hallod. Bazd meg. A kilátás! Úristen, ez majd Big ass fail! Vissza fogom nézni! Olyan izgatott lettem! De a hajad is szép!
milyen érzés volt felnőtté válni. Én is így elgondolkoztam egy nap, hogy úristen, én most már ilyen officially felnőtt vagyok, mert tulajdonképpen külön költöztem egy albérletbe, oké, hogy nem sajátban, hanem még csak egy szobában, de azért mégis. Önállóan végzem a dolgaimat, van egy vállalkozásom, amit fenntartok, független vagyok, szinte minden szempontból. Ebből mit akarok kihozni? Azt nem tudom. Igen, egyik napról a másikra elcsodálkoztam, hogy akkor én most már ilyen felnőtt, önálló életet élek, szóval szerintem ez olyan, hogy nem azt mondod, hogy na mostantól elkezdem, hanem folyamatosan így lépésről lépésre haladsz előre, és aztán egyszer csak felúcsúdsz, hogy most már kb. Úgy élek, mint egy felnőtt, de én még mindig nem érzem magam azért annak. Úgyhogy még egy mester előttem van, meg ilyenek, még így nem tudnám azt mondani, hogy én az az official, kiforrott felnőtt vagyok, nem mintha ilyen létezne. Az már egy kicsit olyan érzés, mintha már így révbe értél volna, tehát hogy már nincs mifelé haladnod, mert egész fiatalkorodban ezen gondolkozol, hogy na majd milyen leszel felnőttként, és ezért én még nem feltétlenül akarok a révbe érni. De tulajdonképpen ilyen nincs is, hogy révbe érjük igazából. Értelmes. Nem is arra válaszoltál, amit kérdeztek. Mi volt egyáltalán kérdés? Milyen érzés volt felnőtt? Most arról beszéltél, hogy amúgy nem tudod, hogy révbe értél-e már. Fotózhatom és megmutatom, vagy még megmutathatom, uh-huh. Hogy még nem akarod látni. Persze, de. Úristen, is sokkot fogsz kapni. Úristen, nem kíváncsi vagyok. Konkrétan görcsben áll a gyomrom most. Jézusom. Nem jó képen, nagyon hülyen néz ki. Nagyon vicces, hogy ilyen ennyire egyenetlen. Ez nem vicces! Levágom, várj! Ez nem vicces! Jézusom, Dorcsi. Hogy nézek ki, mi a pro... Nagyon jó lesz, azt levágjuk, amit nem is te lennél. Nagyon ilyen ki ez? Rázza ideget a szemétől, hogy ki ez? Ilyen unszimpatikus. Képzeld, ez a hát így sétálgat a buliban. Csak így valahogy ilyen más, ilyen... Hát igen. Még jobban meg kell figyeljelek. Meg ez még egy egész új áthúzás lesz, ennél még azért kicsit kulturáltabb lesz, igen. Most elvileg megy. Na halljátok, elvileg kész van, az utóbbi fél órában egyszer sem néztem be semmilyen tükörbe, és most fogom először látni, és annyira izgulok. Rettegek és izgulok. Úristen, 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 úristen. Jézusom! Jézusom! Mi a franc? Mi a franc? Amúgy... De ugye, hogy jó? Jó, de nagyon fura! Amint megláttam, mondom, az első dolog megint az a hülye kutya volt, ami ezt a megjutott. Tocsi, zseni vagy, egy varázsló vagy! Hogy csináltál ilyet? Ez a Dóri. De most jön az én sminkem, és utána megmutatom majd az outfitet is. Ebben lesz vlog. Aha. Benne vagy szerintem, igen. Hello. Úristen, tényleg ilyen kicsit ilyen szellem vagyok. Igen. De ez jó, már így. Jó, szívek kövesz. Nem áll! Ez most a kontúr? Nem kell ilyen dolgokat csinálni. Is láttam. Úristen, úgy nézek ki egy picit, mint egy, tényleg, mint egy anyád néz világít szellem. De amúgy jó, tök jó. Nagyon durván világít, úristen, tényleg. Nagyon jó. Meg, mint egy lény lenni. Amúgy kurva jó. Na, azt mondod, hogy a Dórit még sminkelik, itt vagyunk a Dórinál, én ad fog sminkelik.
Nem tudom, hogy be lehet-e hazudni, hogy egyenletes. Nézd meg most. Egy kicsit még így is a szögből rakta be. Wow. Tök jó. Ez jó lesz clickbaitnek. Smink done. Köszönöm szépen, Dorcsi. Tibi. Mert még az utolsó lépés. Ó, de beauty guru. Ez számít valamit, ez a cucc? Fogalmam sincs amúgy. És most jön a set. Amúgy egy kicsit ez ilyen Gryffindor vibe, nem? Ja, anyakendő. Igen. Szóval add vissza. Mark nagyon vissza akarja szerezni, vagy nem, meg akarja szerezni a nyakkendőmet. Akkor... Mit csináljak? Mondjad! Már csak várom a parancsot. Asszisztensem lennél. Szolga. Szóval az, hogy szényet jött a külvalom. De ezt úgy mondtad, mint hogyha már ezt mondtad volna. Na akkor? Mit de akkor? Ja, hogy érezd? Javítson meg! A Dori azt várja el tőlem, hogy tehát ezt, és ezt így rakjam rá. Ennyi is lett volna ez a videó, Luna vagyok. Nagyon izgalmas volt újra megcsinálni a hajamat egyenesre. Megcsinálni? Ebből konkrétan semmit nem csináltam. Minden, amit itt láttok, az a Dorcsinak az érdeme. Nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm, Dorcsi. Itt a Dorcsi Instája, csekkoljátok le. Én nekem egyébként nagyon tetszik. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek. A mai napi emberkém egy Luna nevű ember, hogyha van ilyen. Boldog Halloween nektek. Írjátok meg, hogy ti minek öltöztetek be. És iratkozzatok fel, meg nem iratkozzatok volna fel, és találkozunk legközelebb. Sziasztok, puzi, puzi. Tényleg? Nekem mindig egy... Hát, nekem volt, hogy így elmondanád. Rodrigo! 3, 2, 1, lesz! Virat! Virat meg! Nem, nem, nem! Ó, Isten! We love story!